Király András Csinálni a dolgokat című kiállításának megnyitójára kerül sor a mai napon a Városi Galériában itt Mezőtúron. Hogyha visszatekintünk egy picikét a múltba, mit tudhatunk a munkásságodról, mióta érdekel téged a művészet? Hú, ez egy jó kérdés. Mióta érdekel a művészet? Hát szerintem akkor nyolcadikos lehettem a Rákóczi Ferenc általános iskolában. Azóta érdekel a művészet. És mit kell tudni az én munkásságomról? Az én munkásságomról pillanatnyilag azt kell tudni, hogy képzőművész vagyok. Műtárgyakat szoktam létrehozni, és átlába kiállításokon szoktam megjelenni. Most éppen figurális festészet, ami leginkább érdekel, a Városi Galériában a legújabb sorozatomnak a képei vannak kiállítva, ahol kezek mesélnek el kisebb történeteket. Hogyan tudnád jellemezni nekünk ezt a mai kiállítást, ami ma kerül megnyitásra itt a Városi Galériában? Ez az utóbbi két és fél évnek az összefoglalása. Viszonylag kisméretű képek vannak, eléggé feszített és szűkre szabott kompozíciókkal. Hány képet mutatsz be a mai napon itt Mezőtúron? 29 festmény van bemutatva. Egy-egy ilyen festmény elkészítése mennyi időt vesz nálad igénybe? Ez meg lehet határozni, hogy mennyi időbe telik elkészíteni, vagy ez változó, amikor ihletet kapsz, akkor alkotsz? Ezek a festmények, ezek kimondottan egy konceptuális művészetnek tekinthetőek, tehát nagyon hosszú ideje gondolkozom, hogy mi az a téma, ami érdekel. Most tulajdonképpen meg is találtam, lehet, hogy mindjárt el is fogom ezt majd engedni, de tehát meg lehet határozni, hogy egy festménynek az elkészítése az mennyi idő. Tulajdonképpen én nagyon gyorsan festő vagyok, ala prima kell, hogy meg is fessem a festményeket, mert megszállnak, és akkor nem lehet így elmozdítani a festéket a vászon felületén. Ezek általában egy nap alatt készen vannak. Maga a kompozíció, a gondolat, a számítógépen, az előkészület, a fotózás, azt tart viszonylag sokáig, hogy pontosan mi is a téma. Ezek olyan festmények, ahol nem igazából vagy nem csak elsősorban látvány számít, hanem nagyon fontos, hogy mi az a gondolat, ami mögötte van. Úgy vannak elkészítve, hogy ha valaki felületesen nézi meg a festményeket, akkor azt gondolja, hogy ezek csak egy egyszerű festmények. Hogyha valaki kicsikét így megáll és elmélázik, akkor elkezdi kielemezni, hogy ezek olyan gondolatok, amik esetleg őket is érdekelték valamikor, vagy érdekelni fogják, és így szép lassan így bele lehet mászni egy gondolatba. Ezt a kiállítás anyagot ezt bemutatta, de már máshol, vagy Mezőtúron először láthatja a közönség? A festményekből volt már kiállítás két helyen is, de így egybe az egész nem volt még sehol. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, viszonylag egy jó nagy hely, és így maga kiállító tér, és így össze lehetett az egészet most így rendezni. És mit jelent számodra, hogy itt Mezőtúron, a Városi Galériában bemutathatod ezt az anyagot? Tulajdonképpen ezzel most így azon gondolkodok, hogy ez egy nagyon nagy kihívás, mert hiába ismerősök előtt állt ki az ember, mégse ismerik az embert úgy, mintha egy szűk baráti vagy szakmai körbe állítanak ki az embert. Tehát ez most sokkal nagyobb falat, mint egy másik. És hogyha a jövőre tekintünk az alkotás terén, vannak-e valamilyen célok, amiket kitűzöl magad elé? Nincsenek. Céljaim, én azt szeretném, hogyha ebből tudnék megélni, mint az összes festő, ezt szeretném, összes képzőművész, hogy igény legyen rá, szeressék, amit csinál, sok emberhez eljusson, hát így, és akkor ne kelljen mással foglalkozni, ez a cél. Egy újabb kiállításnak ad helyet a Városi Galéria itt Mezőtúron. Mit tudhatunk erről a kiállításról, kinek a képeit mutatják be, és hogyan lehetne jellemezni ezt a kiállítást? A kiállító Király András, akinek nem kevés köze van Mezőtúrhoz, hiszen itt született, és a gyermekkorát, illetve a középiskolás éveket itt töltötte még Mezőtúron, és aztán utána Budapestre költözött, és most ott él, és ott alkot. Hát alapvetően festészettel foglalkozik, azon belül is, ami most itt látható a kiállításban, ez mind a 27 alkotás, ez olajfestmény, és a klasszikus eszközökkel, tehát ecsettel készült és vászonra készült. Hát a témák azok viszont mondhatjuk, hogy nem a klasszikus, hanem sokkal inkább a modern festészet, illetve a 20. és 21. század, 20. század vége és 21. század
mindennapi életéből villant fel elemeket. Természetesen itt nagyon sok személyes képről van szó, egy belső indítatásból készült képekről van szó. Nem kevés képen azt gondolom, hogy egy kicsit az irónia, az irónia által való vélemény megfogalmazás fedezhető fel, illetve ahogy itt az alkotóról írt néhány kritikát elolvastam, illetve a bemutatást elolvastam, mondhatjuk, hogy ő annak a ma Magyarországon egy elég erős vonalat képviselő fiatal generációnak a tagja, akik egy kicsit visszatérve a realista ábrázoláshoz, de ugyanakkor valamiféle nagyon, nagyon elvont mondani valóval is bírnak, úgyhogy mondhatjuk, hogy nem szeretem ezt a szót, hogy a trendeknek megfelelő festészet, de azt gondolom, hogy ez egy mind Magyarországon, mind pedig európai viszonylatban is egy komoly alkotó, komoly életművének egy darabja, hiszen ezek a képek, ezek az utóbbi két évben készültek, tehát mondhatni, hogy egy új kollekcióról van szó. Az érdeklődők meddig látogathatják a kiállítást itt Mezőtúron a Városi Galériában? Június 21-ig tekinthető meg ez a kiállítás, és még azt szeretném elmondani, hogy most a nyáron, illetve a kora ősszel sikerült egy ilyen hosszabbított nyitvatartással a galériát nyitva tartani. Ez azt jelenti, hogy vasárnap is hétfőn zárva van, de 2-től szombatig minden nap 10-től 12-ig, illetve délután 1 órától 5 óráig látható a kiállítás, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és kérem, hogy vigyék hírét a kiállításnak, vagy jöjjenek el is, nézzék meg, mert egy olyan anyag, ami ritkán fordul meg itt nálunk.